Hát, mintha most lett volna, amikor utoljára beszélgettünk, pedig már egy éve volt, így van. Mikor kezd hozzá a csapat egy-egy ilyen rendezvény megszervezéséhez? Mennyi idő kell hozzá? Hát szinte, hogy befejeztük az előző rendezvényt, már a következőre készülünk. Igazából, ami a fő része a szervezésnek, az ilyen augusztus mindenképp, és onnan meg folyamatosan, ahogy közeledünk az időponthoz, annál aktívabb a szervezés. Közösségi oldalon láttam egy fotót, amin a szervezőbizottság nagyban tanácskozik, nem tudom, egy hete, két hete volt? Múlt hét pénteken tartottunk egy megbeszélést a csapatoknak, hagyományosan a rendezvény előtt átbeszéljük, mik azok a pontok, amiket be kell tartani, és mi az, amire figyelni kell mindenképp. Honnan érkeztek idén csapatok, és hány csapat érkezett? 9 csapatunk van, hát vannak települési csapatok, vannak civil társaságok, érkeztek Magyarországon túl, határon túl, Romániából, délvidékről is érkeztek vendégeink, a csapatok nagy része helybéli, illetve Solt-Vadkertől van 2-3 csapatunk, valamint Pétfürdőről érkezett a Pakonyból egy csapatunk. Van valami, amiről ilyenkor, amikor ugye a szervezés történik, beszéltek, hogy mit lehetne változtatni, vagy mit lehetne másképp csinálni, esetleg tanulva az előző év tapasztalataiból? Mindig van mint változtatni, folyton tanulunk mi is, most is. Hát alapvetően a koordináció az, ami így folyamatosan működjön minden, gördülékenyen, mindenki a helyén legyen, ez, amin lehet mindig csiszolni, hát meg a apróbb-cseprőbb dolgok, igen, mindig vannak. Hogy zajlott ez a mai nap? Sötét volt még, amikor az első malacot vagy disznót megszúrták? Talán akkor kezdett felkelni a nap, de ugye hagyományosan 6-kor kezdünk, akkor még sötét van ilyenkor. És akkor szépen 7:30-kor indultak a szúrással körbe-körbe, úgyhogy igen, még sötét volt. Ilyenkor a csapatok otthonról hozzák a disznókat, malacokat? Nagy részük igen, otthonról, meg van, aki előző nap már kihozza, ugye védett helyen vagyunk, polgárőrök védik a területet. Úgyhogy sokan már tegnap este kihozták, de volt, akik ma szállították ide a sertéseket. És mind a 9 malac itt végezte ezen a területen? Itt. Szomorú végüket látték itt. Amikor ugye ez megtörtént, akkor minden csapat elkezdte a feldolgozást. Van ennek valami előírás a részletekről, a szervezők részéről? Nincs előírásunk ki, hogy csinálja. Annyi, hogy nyilván az a hagyományos ételek, a disznótoros ételek szerepeljenek, hogy az vendégek meg tudják kóstolni őket. Ugye kóstolja egy ellenében mindenki akármennyit szeretne, ehet. Hát hagyományosan ugye a töltött káposzta, sült hús, hurka, kolbász, orjaleves, sültvér, ez mind a... Ugye reggeliről ne felejtkezzünk el, hiszen az az első, így igaz. Az a sültvér. Sültvér, sült má is volt, velő, úgyhogy így egészen kitettek a csapatok magukért, leleményesek voltak. Lehetett válogatni az ételek között bőven. Ilyen fehér, köpenyes úriembereket látok itt sétálgatni. Zsűri is van? Igen, 2 zsűrink van, egy Böllérvére Mustra, idén indítottuk ezt a kategóriát, 3 zsűri tagunk van, és ők mentek csapatról csapatra, kóstolgattak, valamint hagyományos, hogy a disznótoros ételeket külön szakember, szakárda van, akik végzik. Tehát ők szakácsok, szakemberek? Igen, tanítanak is, meg ők maguk is így végzik a szakmát. Nektek is van külön csapatotok, a Böllér Baráti Kör. Kik alkotják ezt a csapatot? A Böllér Baráti Kör egy igazán nagy csapat kiterjedt. Hát a magot szoktunk mondani, hogy 3 család alkotja, és akkor így barátok, családtagok, sokan vagyunk. És ki volt a főbb böllér a ti csapatotoknál? A böllérünk most Fritman János volt idén. De gondolom, minden csapatnál van azért egy olyan ember legalább, aki ért hozzá, hiszen azt látom, hogy mindenhol nyüzsögnek az emberek, de kell azért valaki, aki ért hozzá. Igen, hát nyilván a böllérek, akik ki vannak emelve minden csapatban, 9 böllérünk van, és hát az este folyamán ők fogja, az egyikük megkapja a Bócsa Böllére címét. Úgyhogy ez egy nagy versengés is egyben, azon kívül, hogy jó, kellemes időtöltés, és jókat eszünk, iszunk. Gasztronómiai élmények mellett azért gondoskodott a szervezőgárda kulturális élményekről is. Mik ezek? Hagyományosan néptánc csoportok szoktak fellépni, illetve citerazenekarok színesítik a programot. Most épp Szedmák András tárogató művész gyönyörű előadását hallhatjuk. De lesz még
műsor, a bakonyi betyárok lépnek fel, este táncház lesz, úgyhogy érdemes kilátogatni mindenképp. Látom, hogy itt körbe-körbe jársz, minden csapathoz odamész. Az érdekelne, hogy ilyenkor a böllérek is tanulnak egymástól? Tehát figyelnek arra, hogy a másik mit, hogy csinál? Minden bizonnyal tanulnának, csak sajnos őnek is nincs idejük eljártatálni. Akkor te tanulsz ilyenkor valami? Hát, hogy mondjuk, nem igazán azokat a részleteket nézem én se. Mindegy jó gazda híven, körbejárom, valami segítségre van-e szükségük, valamire, amit tudunk nyújtani, vagy segíteni benne, és akkor... Akkor azt lehet mondani, hogy a disznót feldolgozni csak egyféleképpen lehet? Tehát nincsenek erre külön technikák, amit mindenki máshogy csinál? Ez mindenkinek személyre szabott. Ugye most én se ugyanúgy szedem szét a disznót, mint a másik ember, harmadik, tanulni ebből lehet, de csak úgy, ha ott van az ember. Most így külön csapatokban dolgozik, így nem igazán tudják ellesni egymástól. Ez, ha egy csapatban van, ugye van a böllér, akkor segít tudja ellesni tőle, hogy hogy csinálja, de ugyanúgy már nem fogja az az ember se csinálni, aki ellesi, mint aki től elleste. Hát most már eltelt néhány év, hogy Böllér Fesztivál van itt Bócsán. Gondolom, hogy az ad nektek egy kis ihletet, vagy lelkesedést, hogy akkor jövőre is megcsináljuk, hogy milyen visszajelzések érkeznek. Milyen visszajelzéseket szoktatok kapni? Hát hál' Istennek jó visszajelzéseket kapunk. Látjuk is, hogy minden évre ugyanúgy szinte nagyon sok ugyanaz a csapat jön el. Baráti társaságok alakultak már ki köztünk is, a zöld csapatuk között. Mi is eljárunk az ő rendezvényekre, ők is visszajárnak. Most az idejében már elkezdődött egy másik fajta messzebb barátkozás, ugye trianoni határon túli magyarságokkal kössük össze a jövőnket, oda járunk hozzájuk, megtiszteljük abba, ők ilyenkor megtisztelnek minket ezzel, hogy eljönnek, és jól érezzük magunkat, és ápoljuk a magyarságot, ami a legfontosabb. Ugye itt is nem tudom, mennyire jártak szét, szétnéztek, hogy maga a fiatal gyerekektől kezdve részt vesznek a munkába. Ami ennek a kihaló félben lévő mesterségnek az egyik alapja, hogy a fiatal gyerekekkel megszereztessük a munkát, és lássák, hogy nem csak az a lényege, hogy eszem, iszom, dínom, dánom, hanem ez mellett kemény munkák vannak. Hogy ez az egész éves étel elkészüljön. Csütörtökön virádúra találtam egy pejcsikúra, azon hajtottam a tinót, mind a három daru szűr volt, mind a három daru szűr volt. Tizapatján elaludtam, hely, de szomorú támadtam. Megálmodtam azt az egyet, babám nem leszek a tied. Hely, de nem leszek a tied. De amikor felébredtem, kilenc zsandár áll előttem, azt kérdezik, mi a nevem, hol az utazó levelem, hol az utazó levelem. Zsandár urak, mit akarnak, talán vasalni akarnak, nem akarunk mink vasalni, szilajcsikót jöttünk venni, szilajcsikót jöttünk venni. Szilajcsikó nem eladó, nem is zsandár alá való, mert ha arra zsandár ülne, még a madár is rab lenne, még a madár is rab lenne. Azt kérdezik, mi a nevem, hol az utazó?
az utazó levelem. Agyon üttem mindjárt kettőt, ez az utazó levelem. Ez az utazó levelem. Bravo! Gyere vissza végre, hajlát, hajulj meg! Így, úgy. Hát azt hiszem, a mai nap legnagyobb sztárját láttuk. Valószínű, pár év múlva fogjuk látni majd a Megasztárba.